A megyei tanács legutóbbi ülésén elfogadtuk Kárpátalja perspektívikus tervét a kistérségek létrehozását illetően. Ez a tervezet tartalmazza a magyarok lakta települések, közösségek igényei teljes mértékben. Úgyhogy mi ezt megszavaztuk, és nem csak mi, hanem a 49 képviselő legtöbb szavazatot kapta a mi javaslatunk és a mi elképzelésünk. A tervezetet a megyei adminisztráció benyújtotta Kijevnek, ugyanis a kormány kell, hogy jóvá hagyja. Reméljük, hogy jóvá hagyják, ez nem biztos, ugyanis a Ukrajna Regionális Fejlesztési Minisztériumának terve szerint csak 40 kistérséget látnának Kárpátalján, márpedig ez a tervezet 60-at tartalmaz. Úgyhogy meglátjuk, mi lesz ennek a sorsa, de ettől függetlenül zajlik a kistérségek létrehozása. Az egy hosszas procedura, több lépésből áll, és időben kinyúlik akár egy fél évig is, ameddig az akaratból kistérség lesz. Ez zajlik, és ez párhuzamosan zajlik. A tervezet azért fontos, mert hogyha a kistérség létrehozása olyan, ez a szándék, hogy a tervezetben is benne van, akkor könnyebb, egyszerűbb. Ha viszont ellenkezik azzal, akkor bizonyos feltételeknek kell, hogy megfeleljen, tehát problematikusabb. Illetve, hogyha mégis sor kerül a következő évben egy előrehozott önkormányzati választásra, aminek jó esélye van, akkor ezt az admin reformot gyorsan végig kell csinálni, és be kell fejezni, ami azt jelenti, hogy a törvényben valószínűleg az önkéntességet megszüntetik, és előírják, hogy meddig lehet önkéntes, utána pedig központi terv szerint és akarat szerint lesz a kistérség létrehozása. Nem kizárt, hogy ez épp a perspektívikus tervnek megfelelően. Ezért nagyon fontos, hogy milyen ez a terv. Most egy másik fontos feladat jött elő a kistérségek létrehozásán túl, mégpedig a járások kérdése, hogy mi lesz. Ugyanis ugyanennek a minisztériumnak, Ukrajna Regionális Fejlesztési Minisztériumának terve nem csak arról szól, hogy 40 kistérséget látnának szívesen Kárpátalján, hanem arról is, hogy 4 járást, a meglévő 13 helyet, Ungvár, Munkács, Huszt és Técső vagy Rahó központtal. Ez nem felel meg a mi igényeinknek, mi ugyanis mindenképpen szeretnénk, hogy legyen egy 5. járás Beregszász központtal. Ezért a kárpátaljai határmenti önkormányzatok társulása is elfogadott egy ezzel kapcsolatos nyilatkozatot, és a megyei tanácsban is már napirenden szerepel, és a honlapunkon is szerepel egy olyan beadvány és annak megvitatása, elfogadása, amelyik erről szólna, hogy a megyei tanács is kérvényezné Kijevet, hogy a járások megállapításakor, a povitok kijelölésekor, hogy milyenek legyenek majd az adminisztratív reform végén, legyen Beregszász központú 5. járás is. Ez persze még azt is igényeli, hogy ezt a képviselők többsége támogassa, és hogy Kijevben is ehhez pozitívan viszonyuljanak.